Ki hogy van ezzel, én még nem hallottam ennél gyönyörű kegedű szólót soha az életemben. A másik track erről a lemezről, amit szánunk nektek, az a... És szánunk azokat, akik nem hallhatják. Szánjuk mindazokat, akik nincsenek itt közületek, jelentse ez bármit is. Az a Jean-Michel Jarre-nak a világzenei kísérlete. Ugye a Jean-Michel Jarre-nak olyan kísérletei vannak, amik általában sikerrel végződnek, hiszen a nem sikeres kísérleteit nem rakja föl a lemezre. Hát ezek a kísérletei, ezek mindig sikeresek. És ez a világzenei kísérlete, amit most hallani fogtok, ez olyan mértékben sikeres ugyanerről a lemezről, nem arról, amit láttok a vásznon, hanem a Mad Metamorphosisról. Ez a C'est la vie című track, amelyben a Jean-Michel Jarre zenéjét a Natasha Atlasnak az énekhangja kíséri. Szerintem ez a világzenének a csúcsa. De én nem vagyok egy nagy világzenebúzi. Tehát azért a én kb. Annyira látok bele ezekbe a műfajokba, mint jazz, meg világzene, amennyire a Jean-Michel Jarre számomra betekintést enged, és az elragadtató. Az én számomra legalábbis. Most ez a szám, ez a C'est la vie, ez egy olyan szám, ahol a hegedű, a Natasha Atlasnak az énekhangja, valamint a Jean-Michel Jarre-nak a szintetizátor játéka válaszolgat egymásnak. Ugye lesz benne egy olyan rész, amikor ez a három hangzás elem egymásnak válaszolgatva, egymással harmóniát építve egy nagyon-nagyon-nagyon drámai erejű ilyen ihletett zenei jelenlétet fog előidézni. Ezt egy kurva nehéz elmagyarázni, így igazából szívesen jelzem majd, hogy melyek azok az elemek, mondjuk, hogyha gondoljátok, hogyha ez segít a ti számotokra, akkor szívesen jelzem, fűzzél hozzá bármit is. Nem, én ellene vagyok ennek, hogy jeleztem. Hogy bármit is jelezzem a számotra? Kommentár, rendezői kommentár. Az audio kommentár sokszor segít sokaknak, tudom, hogy te nem szokusz rá ezekre. Különben nem értjük. Ront az élet. Vizuál kommentár. Nem értjük különben. De végül is megoldható, mert aki nem akar, az lehúnyt szemmel hallgatja, és csak maga elé képzeli az éppen nem mereven feltartott kezű Robit. Igen, bármikor magatok elé képzelhettek, nem mereven. Mindegy. Ez egy olyan szám, ami a Jean-Michel Jarre-nak szintén egy olyan kísérlete volt, hogy az elektronikus zenét egy olyan világba vigy át, amilyen világban semmi keresni valója nincsen. Tehát a világzene az valami olyan zenei világ, na hát ezt jól megmondtam, amiben ezeknek a kibaszott szintetizátoros prüttyögéseknek kurvára semmi keresni valója nincs. Jean-Michel Jarre mégis erre a világzenére, amit most hallani fogtok, erre a kifejezetten arab zenei alapokon nyugvó világzenére egy elektronikus... Vagy legalábbis észak-afrikai. Hát igen, igen. Ugyan ezt mondtad, de sokkal piszibb volt. Nem. Jó, igen. Igen, inkább algériai sem, mint szír. Na, most nem menjünk be a szír etnikai összetételébe, de mindegy. Inkább azt akartam csak mondani, hogy persze semmi keresni valója nincs, de pont ez az, amiről az előbb is utaltunk, hogy a Jean-Michel Jarre a zenébe gondolkodik, és nem igazán ezekbe a kötött kategóriákba. Ebből egyébként nem mindig sül el, szerintem én nem értek vele együtt, hogy ez mindig jól sül el, viszont nagyon sokszor sül el nagyon jól, és nagyon sokszor érdekes. Nyilván nem azokat fogjuk mi se idehozni, amiket még esetleg rárakott lemező, de azért éppen nem annyira sikerültek. Minden esetre ilyen minőségű világzenét, ilyen elektronikus zenei alapokon még nem hallhattatok soha.